Megérkeztünk Trapániba, ebbe az ősi kikötővárosba, amit még a punok alapítottak annak idején. Érdekessége, hogy ugye ez a hatodik túránk, és igazából még egyszer se szálltunk ki itt a kocsiból. Átutaztunk már rajta többször, de mindig úgy volt Trapani, az csak egy kikötőváros, úgyhogy menjünk tovább. Innen vagy felmentünk a hegytetőre Ericsébe, vagy tovább mentünk, és akkor Marsalaig mentünk. Igen, ma is Marsala lesz a végpontunk, odáig megyünk, de még van időnk, úgyhogy kicsit körbenézünk itt is, meg ebédelünk, aztán majd alakul. Telegráfia 1927. Poste. Postapalota. Questo è falso. E che non ti ho mai realmente amato. E questo è brutto. E perché? E non ti basta. Itt az igazi belvárosi rész. Ide az erődre, a Trapani csücskébe, és innen fogunk majd lenézni. Hát kicsit ütött-kopott szerencsétlen erőd fal, de azért megvan, hogy milyen színű volt, ilyen téglavörös volt az egész annak idején. És nagyon szép kilátás lesz itt valószínűleg. A tenger is milyen jól néz ki. Hát íme Trapani, kis viharvert város széle, tengerpartja. Azt mondanám, hogy kifakultak a falak. Én azt mondanám rá, mert mindegyiknek volt valami színezete, de nagyon fehéres az egész. Azt mondta Ancsi, inkább ott marad lent. Hát igen, itt fölugráltam ide a bárfokra. Igen, picim? Ez egy belső kert, udvar. Ja, egy kicsit lepusztult egyébként. Messziről jobban nézett ki. Igen, nem szabad bejönni. De miért nem újítják fel, ha mennyit volna nagy közönség?
sono con le iscrizioni, Stella, tutto bene? A gangiak sokan vannak, de van Alcamo is. Trapani, itt van a végén a Trapani csoport. A pirosak a Trapaniak. Megy Bordó. Sorrento. Un attimo all'automatico, non ci lascerà. Tra meno di un quarto d'ora in questa città è in tour. Tudom, hogy kocsival vitték odáig.